Itt kell lennie valahol. Igen, itt. De hol? Merre? Hogy a mén kicsapna bele abba az átkozott koldusba? Hát nem a markában maradt a térkép sarka, amikor lelöktem a szakadékba. Jaj. Vén bolond. Fogalma nem volt, mi van ezen a térképen. Akinél ez a térkép van, azért lehet az alvilág összes aranya. Az enyém lesz a kincs. Az enyém. Itt van a nagy fa. Igen. Itt van a vén szikla. Igen. Minden itt van, csak ez hiányzik. Láj! De nem baj. Kerítek valami tökkelütöttet, aki fölássa nekem az egész vidéket. Megkerestetem vele a kincset. Aztán majd őt is jól elintézem. Nolan, egy fogadó. Majd csak akad bent valaki, akit felfogadhatok. Jó estét!
Szervuszok, politikák! Kezei csikálom! Jó napot kívánok! Mi van? A többiek meg befagyott a leves fújója! Hogy mi a csoda? Szervusztok, politikák! Szia! Jaj, de jó! Képzeljétek el! De elfáradtam! Hát én úgy elfáradtam, mint egy teherhordó szamár! Hát de nem is csoda, mert én innentől idáig végig gyalog jöttem! Képzeljétek, politikák! Én összevesztem a nagymamucikámmal. Mondjátok csak! Ti már vesztetek össze a nagymamucikátokkal? Aj, hát aki nem, az nagyon szerencsés. Aki pedig igen, azt tudja, hogy nekem most milyen. Na de ide hallgassatok! Elárulok egy titkot. Igazából nem is én vesztem össze ő vele, hanem ő veszett össze én velem. Egyszer csak ezt mondta nekem. De hallgass te, László! Te már elég nagy vagy! Te már elég vén kamasz vagy! Ne lógjál folyton itt a nyakamon, hanem eridj el vándorolni! Hát igaza van a nagymamucikámnak, úgyhogy én... Hoppá! Össze is pakoltam ezt a nagy batyut. Tettem bele 3 liter harisnyát, 55 kiló kirántott bablevest, és 114 méter lekváros, mákos, túrós, dinnyés és kolbászos palacsintát, és elindultam bevánkorolni a világot. Na és most itt vagyok. Hanem én nagyon elfáradtam ám, politikák. Nini, egy fogadó. Hát én ide bekopigálok, és szállást kérek éjszakára. Jó estét! Na mi van, ti nem szoktatok kopigálni, mielőtt bementek valahová? Jó estét! Na ugye? Jó estét! Hey! A terem buráját neki! Hát mit csapsztejtek kora lármát? Hát én nem lármáztam, én csak bekopigáltam. Igen! És közben jól a fejemre is koppintottál! Micsoda! Jó volt! Hát adhatok még! Jaj! Ne! Dehogy volt jó! Úgy értettem, hogy jó nagyot! Ja, hogy jó nagyot? Fúj! A fenét! De mondd csak, ki vagy és mit keresel itt? Én a Vitéz László vagyok, és mangorolok. Mit csinálsz? Mangorolok. Talán vándorolsz? Hát úgy is lehet mondani. Vándorolok és munkát keresek. Ez lesz itt az én emberem. Ráadásul elég ütődöttnek látszik. Nagyszerű. Én éppen egy ilyen legényt keresek munkára. Na és mit kell dolgozni? Zsákokat kell keresni. Micsoda? Mákokat kell keresni. Nem. Nem mákokat, hanem zsákokat. Ja. Zsákokat. Amik teli vannak kincsel. Mert tudd meg, hogy ezen a helyen valahol elásott kincs van. Micsoda? Elmászott nincs van? Nem. Gyere. Nem el... nincs van, hanem elásott kincs van. Hallottátok ezt? Elvásott a kilincs. Ne baladozzál már. Én azt mondom neked, László. Hogyha miek lesz a kincs, akkor mi nagyon boldogok leszünk. Hát én nem akarok bolond lenni.
nem bolond, boldog. Ja. László, ide figyelj. Ha segítesz nekem megtalálni a kincset, akkor én gazdagon megjutalmazlak. Hú, az nagyszerű lenne. No! Akkor kezdjél hozzá. Én addig lepihenek. De azonnal szólj, hogyha találtál valamit. Megértetted? Megértettem. Akkor jó. Azt a mindenit, politikák! Hú, László! Igen? Biztos, hogy megértetted? Hát persze, hogy biztos, hogy megértettem. Na. Húha! Mondjátok csak, politikák! Szerintetek a nagymamucikám büszke lenne rám, hogyha megtalálnám a kincset? Húhaj, de jó! Na és? Ti is szeretnétek kincsvadászok lenni? Nagyszerű! Akkor kezdjük hozzá! La 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 la. Hát itt nincs. La 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 la. Itt sincs. La 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 la. Ajajajaj! Nincs kincs. Hát ide hallgassatok. Jaj, nem is hallok. Én úgy megszomjasztom ebben a nagy kincskeresésben, de úgy, jaj! Micsoda? A kútba? Bizony ebből a kútból fogok inni! La 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 la. Ide süssetek, politikák! Nézzétek csak! Ez a vödör teli van ürességgel! Ha-ho! Ho-ha-ho-ha-ho! Ajajajaj! Hát úgy látszik, hogy ez a kút teljesen kiszáradt. Dehogy is egy hordó, hát a hordóba hogy húznék vizet, te pupák? Jaj! Figyeljetek! Van egy ötletem! Mi lenne, hogyha vizet töltenék ebbe a kútba? Ha már is lenne benne víz, nem igaz? Még szerencsé, hogy van is nálom egy üveggel. Egészségetekre! Hát ez nagyon finom volt. Egészen friss volt. Volt vagy 3 hetes. Ajajajajaj. A politikák. Ha miért nem szóltatok, milyen udvariatlan vagyok? Meg se kérdeztem. Ti is megszomjaztatok? Jaj! De valaki azt mondta, hogy igen. Annak húzzak vizet? Húzzak nektek vizet? Jaj, akkor nektek húzzak. La 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 la. Jaj, de nehez lett ez a víz! Halljátok, politikák! Ha milyen csúnya suvixos pofája van neki? Én nem vagyok suvixos! Nem? Hát akkor micsoda? Kormos fazék! Na és mivel kented be a pofikádat? Cipőkrémmel? Semmi között hozzá! Hallod-e te? Ha-ho? Hát kicsoda vagy te? Én vagyok a kincsek őrzője. Hallottátok? Én a bilincsek körzője. Nem a bilincsek körzője, hanem a kincsek őrzője. Jól van, nyugodj meg. Na és hogy hívnak tégedet? Pluto. Micsoda? Lurko? Nem. Nem Lurko, hanem Pluto. Elgyújtó!
Na, ide figyeljte, Kuglóf! Mondd meg nekem szépen, hogy mit keresel te itt? Hát, feljöttem. Jaj, te ostoba túró! Hát én tudom, hogy feljöttél, mert látom. Na de miért jöttél fel? Mert én vagyok a kincsek őrzője. Hát ezt már egyszer hallottam. Akkor tudd meg, hogy az alvilág kincse ebben a kútban van elásva. Ha, tényleg? De nem hozhatja fel senki. És miért nem? Mert aki megpróbálja, azt én elviszem a pokolba. Ácsi! Én meg nem akarok a pokkelba menni. Hogyha nem jössz, akkor viszlek. Hát azt próbáld meg. Halló, de te! Hát ne ijesztegessél engemet, mert akkora pofontot kapsz, hogy kiesel a csizmádból. Vigyázz! Mert összedöflek! Évekszéljel döflek! Micsoda? Te széjjel döfsz? Hát a széjjelám! Hiszen neked nincs is szarvad! Az igaz! De jó csizmatalpam, az van. Ide vakulj, látod? Hát persze, látom. Na és érzed? Hol vagy? Itt vagyok! Hol? Itt! Jaj, hát megszökött a gyáva! Nem is igaz, mert itt vagyok. Merre vagy? Erre vagyok! Merre erre? Erre merre! Most akkor elől vagy hátul? Hát most hátul. Na és most? Most elől. Hátul, elől! Hátul, elől! Politikák! Most szabad tapsolni! Köszönöm! 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 Na mi van, csoki fagyi? Te nem tapsolsz! Hát ez nem tapsol. Politikák! Hát ez a csoki fagyi jól elolvat, mi? Mondjátok csak! Ti szeretitek a csoki fagyit? Háj, de jó! Na és láttatok már repülő csoki fagyit? Akkor most figyeljetek! Hoppá! Papa! Na jó! Jaj, köszönöm szépen! Na akkor most megyek, és szólok a nagyságos úrnak, hogy tudom, hogy hol van a kilincs. Húha-húha-hú. Hát ez meg mi lehet? Aha! Nem mész sehova! Te kis porba fingó! Mert viszlek a pokolba! Halljátok, pajtikák? Már ez a paradicsom pofa is kezdi! Na! Ide figyelj, te babkaró! Hát kicsoda vagy te, hogy csak így parancsolgatsz nekem, mi? Én vagyok! Lucifer! A poklok királya! Hallottátok? Ez egy Cuclifer, a pulykák csizmája! Nem! 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 Mondom, Lucifer! A poklok királya! Cuclifer! Hol vagy?
vagy? Itt vagyok. Megállj, csak megállj! Jaj lesz neked, hogyha elkaplak! Beszorultam. László! László! Igen? Beszorultam, segíts kijönni! Ha van eszemben. Hát inkább összetöröm a csontodat! Most megvágy! Most visznek a pokolba! Tudod mit, Szuszlifer, veled megyek? De csak egy feltétellel. Mi legyen az? Én neked adom azt a botot. Hát de nekem nem kell! Hát hogyha én azt mondom, hogy kell, akkor kell! Mit csináljak vele? Na, kérlek szépen. Én el fogok számolni háromig. Igen? Igen, igen, háromig. Jó, és aztán? Aztán te azzal a bottal fejbe vághatsz. Nagyon jó. És aztán? Aztán, kérlek szépen, hogyha sikerült agyonütnöd, akkor elvihetsz magaddal a pokkelba. Nagyon jó. De... László! Igen? Mi van, hogyha esetleg mégse sikerülne? Hát kérlek szépen, ha esetleg mégse sikerülne, akkor én ütlek agyon tégedet, és az enyém lesz a kilincs. Add ide ezt a botot! Jaj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 
Hát persze, hogy azt mondtam. De én azt is mondtam, hogy számolni is kell. Számolni? Akkor számolj! Jó! Acsi! Mikor lesz már kettő? Mindjárt! Egy! Hé! Újra egy! Hát, hogyha te mindig belepampolázol, akkor újra kell kezdeni. Számolj már! Jól van, nyugodj meg. Egy, fél, kettő. A fél az nem is számos. Dehogy nem, figyelj csak. Látod? Két fél az egy egész. Egy, kettő, fél, három. Három, negyed, három. Te! Én még nem mondtam, hogy három. Számolj már! Jól van, jól van. Csillapodj le. Állj oda, légy szíves. Meg egy kicsit hátrébb. Úgy. Na most figyelj. Tudom, hogy állj hátrébb. Na. Egy. Kettő. Három! Megkapod! Lesz! 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 Jaj! Agyonütöttem a Lászlót! Most már vihetem a pokolba! Viheted ám az öreg adátérde kalácsát. Most én jövök! Egy, kettő, három, most te! Egy, kettő, három, most én! Egy, kettő, három, most te! Egy, kettő, három, most én! Thank you.
Na, fajtékák, most szabad tapsolni! Köszönöm! Köszönöm, 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 köszönöm. Azt a mindenit! Hát ez a paradicsom fejű is jól összelapult, mi? Tudjátok, mit csinálok ebből a paradicsom pofából? Paradicsom pürét! Szépen beletesszük, aztán jól megkeverjük. Egyé! Megkeverem, kavarom, kavarom, keverem. Megkeverem, kavarom, kavarom, keverem. Na! És most szépen megkóstolom. Hóha, hőha, hó. Tudjátok, mi hiányzik belőle? Egy kis só! Ha megyek és kérlek a szakácsnénitől! Szakácsnéni! Ennek már nem kell tájj fel! Pajtás! Te szóltál! Pajtás! Tojás! Pajtás! Ébresztő! Pajtás! Tojás! Ki merészel? Szórakozni velem! Hát én! László! Vitéz László! Ne menekülj! Már régóta fáj rád a fogam! Viszlek magammal! Hallod-e, te köcseg Muki? Te nagyra nőtt kopasz lisztes zsák! Hát kicsoda vagy te? Én vagyok! A halál! Hallottátok? Ez itt a legnagyobb szamár! László! Ne tréfálj velem, László! Mert egyet fuvintok, és leszállsz a pokol fenekére! Én meg egyet csupítok, és felszállsz a mennybe! Kemény kobak ez, barátom! Hát barátod ám neked a mopszli kutya! Na félre a tréfával! Na, mi van? Mi van, halálkoma? Láttátok, ez ellopikálta a botocskámat. Na, mi van? Berezeltél? Nem félek ám én tőled, nem félek ám én tőled. Gyere elő, hogyha mersz. Ha-ho! 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 Na, most viszlek magammal. Ajajajajajajajaj! Édes, drága halálkoma! Hát mennék én veled szívesen. Akkor jó. Úgy megfájdult a csizmám sarka. Nem nézzétek meg, mi a baj? Itt a sarkán, nézd. Az orrom! Gyönyörű orrom! Mit műveltél? Így most már nem fognak félni tőlem az emberek! Gyönyörű orrom! Jaj, halálkoma, ne sírjál! Az orrom! Na, mutasd már meg, mi a baj! Az orromat nem látod! Jaj! Hát ez nem is olyan csúnya! De!
Biztos be akarsz csapni! Jaj, dehogy akarlak! Nem hiszek neked! Jó, tudod mit? Kérdezzük meg a többieket is. Ugye, hogy nem olyan csúnya? Nektek se hiszek! Jó van, tudod mit? Akkor idehozom! Idehozom azt... Mit mondtál, pupák? Jaj, várja, hosszú sora van még annak. Idehozom a szakács néni nyeles tükrét. Ha! És abban te magad is megnézheted, majd jó lesz? Mit bánom én? Akkor hazam. A gyönyörű orrom. Na már itt is vagyok. Ez meg micsoda? Hát a szakács néni nyeles tükre. Kicsit koszos. Kukucska? Kukucska? Supocska! Mit tettél? Te meg mit tettél? Megvan! Pajtikák! Tudjátok, mit csinálunk belőle? Palacsintát! Mondjátok csak, szeretitek a palacsintát? Jaj, de jó! Na és tudjátok, hogy hogy készül a palacsinta? Nagyszerű! Na ide figyeljetek, most megmutatom nektek a nagy mamucikám receptjét. Zenés palacsinta sütés lesz. Itt a zenekar. Egy nagy tapsot kérek a zenekarnak. Köszönjük szépen! És itt az alapanyag. Tehát, első lépés. Előkészítjük a lisztet! Aztán kezdhetjük a twistet! Szépen kilapítjuk! Aztán megforgatjuk! Hoppá! Hoppá! És tánc! Kicsikét hagyjuk sülni, aztán még egy kis forgatás! Hoppá! Jaj! Hopp! Ennyi az egész! Na, pajtikák, most szabad tapsolni. Köszönöm, 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 köszönöm. Jaj! Na jó! Hát akkor most megyek, és most már igazán szólok a nagyságos úrnak, hogy tudom, hogy hol van a kilincs. Nagyságos úr! Tényleg itt van! Nagyságos úr! Ajajajajaj, úgy látszik, hogy nem hallja. Megtennétek nekem egy szívességet? Segítsetek, ébresszük fel együtt a nagyságos urat, jó? Ajajajajaj, de az idem lesz, jó? Ne suttogjatok egy kicsit hangosabban, ha kérhetem. Nagyságos úr! Ajajajajajaj! Hát ez így nem is lesz jó, hát az anyucikák, az apucikák, meg a nagymamucikák nem is mondták egyáltalán. Most mindenki egyszerre, jó? Rajta! Nagyságos úr! Köszönöm szépen! Mi van? Nagyságos úr, én tudom, hogy hol van a kilincs. Ó, halkabban te! Mit beszélsz? Tudod, hogy a kincs hol van? Igen, itt ebben a kútban van, de lásva. Mondom, hogy halkabban, mindenki meghallja. Ebben a kútban. Honnan veszed? Hát tetszik tudni, amikor a nagyságos úr tegnap este elment, akkor én elkezdtem így fel és alá sétálni, így. La 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 la. És ahogy így fel és alá sétáltam, la 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 la. Elég! A sétál ezt már mondtad! Tehát én többször sétáltam. Az mindegy! Megyünk tovább! Jó. La 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 la. Hova mész? Hát a nagyságos úr mondta, menjünk tovább. Jaj, én úgy értettem, hogy folytasd! Ja. De gyorsabban! Ja, jó, szóval amikor tegnap este fel és alá sétáltam, la 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 la, elhallgass te! Fogd be a szád! Ha még egyszer a sétálást emlegeted, így kirázom a lelked belőled! Jaj! Na! Folytasd! Bak, bak, bak! Huh?
Folytasd már, nem érted? Mak, mak, mak! Ha nem betítem ezt a maraságot, belefajtelek a kurva! Hát a nagyságos úr mondta, hogy fogjam be a számat. Nem bírom! Na ide figyelj, te ütődött! Én nem arra vagyok kíváncsi, hogy hányszor sétáltál fel és alá. Nem. Nem! Hát akkor mire? Hanem arra, hogy honnan tudod, hogy a kincs a kútban van elásva. Hát az úgy volt, hogy amikor tegnap este idekint sétáltam, akkor egyszer csak megszomjaztam, és látom ám, hogy a kútból meg jön ki egy csoki fagyi. Mi jött ki? Egy csoki fagyi, utána meg egy cucli ferkó. Mi? Aztán pedig egy csónya kopasz kövérlisztes zsák. Micsoda? Hát minek nézel te engem, te? Kerítsd csak a kezem közé! Ezt a szemtelenséget! Na, ezek itt né! Jaj, hát ne tessék megijedni! Én már mindegyiket fejbe kólintottam. Ezek mondták, hogy ők bőrzik a balvilág bilincsét, ami be van ásva a kútba. Te! László! Igen? Te ugye bátor ember vagy. Igen! Én bátor vagyok. Akkor leszállsz a kútba. Mi? Az már nem! Talán csak nem félsz. Félni! Én félni nem félek. Csak nem merek lemenni. László, gazdagon megjutalmazlak. Hú, a nagy mamucikám annak meg biztos örülne. Igen, abba biztos lehetsz. Na gyere, ugorj bele! A kútba? Igen, igen. Na, a nagyságos úr mondja, én beleugrom. Jó, jó szerencsét. Papa. László! Na mi van, látsz valamit? Megvan a kincs, nagyságos úr! Húzhatja! Új, de nehéz! Jaj, de sok kincs! László, van még? Van, még két zsákkal! Nagyszerű! Küld fel azokat is! Hogyha fent lesznek a zsákok, bedobom a kötelet a kútba. Bedobom a kötelet a kútba. Aztán ott pusztulhat az a szerencsétlen László. Nagyságos úr, hozhatja? Egy, kettő, három. Ez meg mi volt? Mi volt ez? Nagyságos úr, hozzon ki! László! Hozzon már ki! Van eszemben! Ott fogsz megpusztulni a kút mélyét, egy nyomorult! Segítség! Segítség! Egy szörny! Egy szörny! Jaj! Segítség! Nagyságos úr? Nagyságos úr? Nagyságos úr, hozzon ki! Halló? Na mi van, nem hallja? Húzom már ki! Na végre! Jaj, halljátok-e a pajtikákat? Én egy kicsit nagyon be voltam ám tojintva. Ajajaj.
Hát én már azt hittem, hogy a nagyságos úr soha nem is akar engem innen kihúzni. Mire vigyázzak? Micsoda? Mi volt mögöttem? Egyszerűen? Most is mögöttem volt? Aj! Ide figyeljetek, hogyha legközelebb jön, akkor szóljatok, légy szíves, jó? Jaj, nem, akkor szóljatok, amikor jön, nem akkor, amikor nem jön. Nem értjük egymást. Akkor szóljatok, amikor itt van, nem amikor itt. Hát én csak szórakoztok velem, látom. Húha, milyen rusa egy ország vagy, te hallod? Milyen csúgy egy pofikád van? Jaj, de ne! A sapikámat azt ne! Azt még Henny keresztapám varta nekem! Mi van? Csak nem éhes vagy. És mi történt a nagyságos úrral? Ez megette a nagyságos urat. Te megetted a nagyságos urat? Jaj! Ez meg mindig éhes vagy! Na jó, tudod mit? Hát akkor hozok neked csoki fagyit. Szereted a csoki fagyit? Nagyszerű! Jó étvágyat! Bajtikák! Hát ilyen rostra egy dagat én még nem is láttam soha életemben. Ja, hallod, de te! Hát ejesztegessél engemet! Csak nem azt akarod mondani, hogy még mindig bírnál lenni. Na várj csak, hát akkor hozok neked paradicsompürét, jó lesz? Nagyszerű! A nagy mamucikám szerint a paradicsompüré nagyon egészséges. Úgyhogy egészségedre? Hú, hát ez egy csatogófogú bűzlőevőgép. Ha, na mi van? Csak nem azt akarod mondani, hogy még mindig bírnál lenni? Na jó. Akkor van számodra egy legutolsó, legfinomabb falatom. Mondd csak, szereted a palacsintát? Jól van, akkor ezt neked adom, hogyha meg... Hol de te? Ne tátogass itt a pampulátot, még nem fejeztem be. Szóval neked adom... Mondom, hogy még nem fejeztem be. Neked... Neked adom, hogyha megígéred, hogy utána hazaviszel a nagymamucikámhoz. Rendben? Nagyszerű, akkor most kinyithatod. Ajni! Jó étvágyat. Na, mit mondhatok, pajtikák? A nagymamucikám szerintetek akkor büszke lesz rám, hogyha ennyi sok zsákkincsel térek haza? Jaj, nagyszerű! Kész vagy? Akkor gyere ide. Hogy? Nyisd ki a szám. Jajajajaj, mekkora pampulája van neki? Hát ebben beleférne az egész pásti vigadó! Azt a mindenit. Na jó, kezdjünk hozzá. Egy. Kettő. Három. Hossuk össze. A kezemet használ! Úgy. Hát akkor, indulás haza! Szervusztok, pajtikák, a viszontlátásra! Szervusztok! Szervusztok, pajtikák! Szia! Szia! Szervusztok! Szervusztok, pajtikák, a viszontlátásra!